A mai napon, december 4-én az első úgymond hivatalos edzését tartja itt a csapat. Mit szól a pályához, Dorcsák Zoltán edző? Nagyon örül neki, és ő is nagyon tetszik a pálya. Örülünk neki, hogy birtokba vehettük, és már nagyon vártuk ezt. Kérek szépen egy összehasonlítást. Milyen most a lipcsei Elemér sporttelepen a pályának a talaja, a használhatósága, és milyen ez? Hát mondjuk úgy, hogy katasztrofális, ez meg szenzációs, de hát nyilván egy műfüves pályának az a dolga, hogy ilyen jó legyen. A mi pályánk pedig hát már elég viseltes, úgyhogy nagy hasznát fogjuk venni ennek a műfűnek. Lehet, hogy a fiúkat kellene megkérdeznem. Az én hozzá nem értő szemem azt veszi észre, hogy egészen ruganyos ez a műfű. Tehát a benti, kemény, agyon taposott talaj helyett azért itt biztosan kellemesebb nekik játszani. Hát egyértelmű, ugye teljesen más a terhelés egy ilyen talajon, mint a benti mély talajon, de hát nyilván ennek is megvan az oka, hogy ez miért ilyen. Ennek ilyennek kell lenni, úgyhogy remélem, hogy jó fog működni. Korábban Újvár Imre polgármester elmondta, hogy az Egyesület fogja kezelni ezt a pályát. Ezek szerint ön tudja azt, hogy ez használható lesz a továbbiakban, akár a téli időszakban is? Így igaz, ez szeretnénk is, hogy kihasználva legyen ez a pálya, nem csak a mi részünkről, ugye a felnőtt és az utánpótlás csapatok részéről, hanem szeretnénk felhívni majd a környező településeknek a figyelmét erre, hogy igenis ez a pálya bérelhető lesz, és én fogok ezért felelni, tehát engem lehet majd keresni, de tervezzük, hogy e-mailben kiküldjük az összes környékbeli csapatoknak ezt az elérhetőséget, és hogy milyen feltételek mellett lehet bérelni majd ezt a pályát. Nem tudom a csapat edzéseit azt hogyan tervezi, de ezek szerint itt tarthatják már az edzéseket, amennyiben az időjárás egyáltalán megengedi. Így van. Hát az időjárás az pont ezért van ez a pálya, hogy bármilyen időjárás van, akkor itt tudjunk edzeni. Úgyhogy itt lesznek majd az edzések a felkészülés alatt, mert mint mondtuk, ugye a benti pályán nem is nagyon lehetne, mert felfagy, vagy olyan állapotban van, úgy elázik, hogy nem lehet rámenni, ugye, és pontosan ezért néz ki most úgy a pályánk, ahogy kinéz. Papíron még december 6-án vár egy mérkőzés a csapatra. A Putnokot még ott fogadják, ott lesz a meccs? Így van, azt csak ott játszhatjuk, ugye műfűben elvileg MB3-ban nem lehet játszani, csak élőfűves pályán, de ki fogja bírni még azt az egy meccset. Itt az előbb, amikor várakoztunk a csapatra, azt láttam, hogy azért lesz ezzel a pályával gond. Most például olyan kisebb feladat van, hogy a ráhullott faleveleket el kell távolítani. Föl vannak készülve arra, hogy ezt, vagy van-e ember arra, hogy ezt azért kezelni kell, karbon kell tartani, havat, levelet lesöpörni róla? Nem, hát egyértelműen ugye ez az Egyesület körébe tartozik, tehát megvan erre az ember, hogy éppen letoljuk a havat róla. Hál' Istennek ugye kis traktor is áll rendelkezésre, tehát fel van szerelkezve úgymond az Egyesület, amivel ugye könnyebben le lehet tolni a havat a pályáról. Valamint igen, hát itt hullnak a falevelek úgymond, és igen, az kicsit kellemetlen, de hát ezt meg kell oldanunk. Ez legyen a legnagyobb bajunk. Ha már itt van ez a remek pálya, akkor ez legyen a legnagyobb baj, hogy gondozni is kell. Ha megengedi, akkor szeretném bajnokságról kérdezni, hiszen tulajdonképpen az őszi szezon befejeződött, sőt, már a tavaszi elkezdődött. Hogyan értékelni az őszi szezont, a csapat teljesítményét, a jelenlegi állást, a tabellán, hol van Tisza Füred? Én úgy gondolom, hogy mindennel elégedettek lehetünk, kivéve ezt a 6 meccset sorozatot, ugye, hogy 6 meccsből egy győzelmet, vagy egy pontot tudtunk csak szerezni, de ezt meg betudható annak, hogy ugye a vírus helyzet itt, meg a sérülések, eltiltások eléggé megtépázta a csapatot. Ugye volt olyan mérkőzés, ahol nekem is be kellett töltözni, mint játékos, mert annyian voltunk. De úgy gondolom, hogy összességében viszont maximálisan elégedettek lehetünk a 10. helyjel is, a 27 ponttal, amit ugye eddig gyűjtöttünk, és még majd a Putnoki mérkőzés ugye szeretnénk azt is megnyerni. Úgyhogy úgy gondolom, hogy maximálisan elégedettek lehetünk, még ha mondtam azt a 6 meccses sorozatot, ha nem oda vesszük, de azzal együtt én úgy gondolom, hogy jól teljesített a csapat. Én úgy gondolom, hogy nem sokan várták ezt tőlünk, hogy milyen jól fogunk szerepelni, és én büszke vagyok a csapatra, hogy ezt meg tudta valósítani. Volt egy 4. hely is, az azért nagyon meglepő volt mindenki számára. Igen, nagyon jól kezdtük az elejét, ugye stabilak voltunk,
egy-egy vereség volt csak, utána 3-4 győzelem jött, és ott tudtunk lenni az elején, de azt is tudni kell, hogy ugye a más csapatokat is viseltek meg a vírusok, meg maradtak el mérkőzések, ezért is volt az a negyedik hely, ezért is van az, hogy sokan úgymond csalódás, hogy hú, mi van a csapattal, most baj van. Nincs baj, egyáltalán nincs baj, reálisan kell nézni a dolgokat. Ugye a bennmaradás a célunk, egyelőre nagyon jól haladunk afelé, hogy ez megvalósuljon. Nyilván én szeretném, hogy ott lennénk a negyedik helyen folyamatosan, de én úgy gondolom, hogy ennek a csapatnak nem ez a realitás, de ha ezt a tizedik hely környék két tudjuk tartani, akkor azzal elégedettek lehetünk. Volt néhány mérkőzés, amit elhalasztottak, nem tudom pontosan, hogy az ellenfél vagy pedig az önök kérésére. Mi ilyenkor a szabályzat? Mi van a szabályzatban, hogy mikor lehet ezt kérni a halasztást? Hozzá kell lejárulni a másik csapatnak? Egyáltalán mit tud a szabályozásról elmondani? Igen. Ugye arról azt kell tudni, hogy mindenkinek joga van kérni úgymond a halasztást. Van egy olyan szabály, hogy tehát viszont az ellenfélnek bele kell menni. Ha nem megy bele, akkor nem tudjuk elhalasztani a mérkőzést. Nekünk ilyen szempontból nagyon szerencsénk volt, mert amikor mi kértünk halasztást, belementek az ellenfeleink a halasztásba, amikor tőlünk kértek, mi is belementünk, úgyhogy ilyen szempontból mi ebből jól jöttünk ki. Mondhatom itt ezt a mezőkövesdi meccset is, már ugye egyszer a kövest kérte, hogy halasszuk el, utána mi kértük, hogy halasszuk el, mert mi álltunk rosszabbul, és lejátszottuk ugye azt a mérkőzést, és meg tudtuk nyerni. Úgyhogy nem mindegy az, hogy éppen az ellenfél azt mondja, hogy nem megy bele, mert nagyon sok csapat járt úgy, hogy az ellenfél azt mondta, hogy nem megy bele, nem tudtak kiállni, és így megkapta a másik csapat a 3 pontot, úgyhogy hál' Istennek nekünk ilyen nem volt. Nem tudom, mennyire nyilvános az, amit kérdezek. Hogy áll a csapat a koronavírussal? Tehát voltak-e játékosok vírusosak? Egyáltalán hogyan tudják a teszteket megszervezni, vagy mennyire kötelező a tesztelést elvégezni egy-egy mérkőzés előtt? Nálunk nincs ilyen szabály NB3-ban, úgy, hogy kötelező lenne tesztelni. Itt, aki beteg volt, az tesztelték. Egyszer kerültünk ilyen helyzetbe, hogy ugye akkor az egész csapat karanténba került, ugye, mert volt fertőzött a csapatba, és akkor kiderült utána, hogy több fertőzött is lett. Ők ugye kivárták azt az időszakot, amit ki kellett, ugye itt, amit előírnak itt a sportorvosok is, hogy be kell tartani, mert de volt is, akit meg is viselt, tehát muszáj is volt betartaniuk, mert sajnos megviselte őket ez a betegség, de már most úgy gondolom, vagy nem úgy gondolom, már most ugye ezen azért túl van a csapat, hál' Istennek. Hány fővel tud most gazdálkodni egy-egy meccs előtt? Az mindig pénteken. Hol ennyi, hol annyi? Ki. Így van, hát ugye ez látszik az edzés létszámban is, hogy azért egy 20-as keretünk van, és abból már most ilyen 12-14-en vagyunk maximum edzéseken sajnos, mert sérülések, ez beteg, az beteg, tehát ha nem is koronavírusos, de ha valaki már kicsit nem úgy érzi magát, akkor nyilván mondjuk, hogy maradjon inkább távol az edzésektől, mert fő a biztonság, és ugye mondhatom, hogy rendre ilyen 12-14 fővel tudunk már most sajnos készülni. Tehát mondhatjuk egy amatőr csapatnál, hogy már most nagyon várjuk a bajnokság végét, bármennyire is úgy gondoljuk, hogy azért jól sikerült ez a bajnokság, de már nagyon a végén vagyunk. De ezzel nem csak mi vagyunk így, hanem az összes amatőr csapat. Lesz azért néhány hetes szünet, és utána majd következik a Magyar Kupa mérkőzése. Van-e annak pontos időpontja, mert vita volt, hogy január vége, február eleje? Igen, január 27 elvileg a hivatalos versenynap. Igen, mi is hallottuk, ugye, hogy a február is fölmerült, de az valami téves információ volt. A hivatalos, az MLS által megadott időpont az a január 27-e. Mi a felkészülés január 11-én kezdjük, 2 héttel a kupa meccs előtt, de nyilván mi nem is arra készülünk, hanem a bajnokságra. Ez nekünk egy ünnep lesz, hogy egy NB1-es csapattal játszhatunk majd. Az szóba sem került, hogy esetleg meg kell verni az Zalaegerszeget? Hát nyilván senki nem úgy megy fel, hogy feltartott kézzel, aztán majd látjuk, hogy mi jön ki belőle. Kedves Zoltán, nagyon köszönöm a beszélgetést, sok sikert kívánok, és sok sikert ahhoz is, hogy a pályán minél nagyobb eredményeket tudjanak elérni. Köszönjük. Köszönjük szépen.